Már régóta szerettem volna megmutatni, hogy mi a különbség a leggyakrabban használt háromféle gyújtósnak a izzásba hozása között. Klasszikus, szikráztatható tűzcsiholó acélról és kovakőről van most szó. A három gyújtós az pedig leszenesített tapló, leszenesített pamut, és leszelesített citlingforgács. Ez a legkevésbé, ez a harmadik, ez a legkevésbé ismert. Ezt igazából egyszerű lecitlingelt faforgásból lehet csinálni. Próbáljuk meg sorba mind a hármat izzásba hozni, és figyeljük meg, hogyan viselkednek. Ez az első, a citlingforgács. Látható, hogy nem túl nehéz volt izzásba hozni, szépen szálról szára tova terjed az izzás. Nem is kell fújkálni, szépen a légmozgás hatására tova izzik. Jó, most nem akarjuk az egészet elizzítani, úgyhogy kiszedem belőle azt, ami izzik, és akkor eltávolítjuk innen, ne zavarjon. Következik a pamut. Nézzük meg, hogy ez hogyan hozható izzásba. Aha, megvan ez is. Amikor a pamut izzik, akkor síkban szépen ez a szövet kezd felizzani. Na, itt belül is érteszik rá, akkor ott is elkezdett izzani. Azt lehet mondani, hogy ez is viszonylag könnyen izzásba jött, tehát. Jó, tehát ezzel így ment. Itt is kiszedjük az izzó részeket, és akkor következik a tapló. Na, nézzük a taplót. Én úgy tapasztaltam, hogy a taplót a legnehezebb izzásba hozni, még így leszenesített állapotban is a három közül, ugyanis itt nem elég, hogy a szikra eltalálja, és mondjuk gellert kapva lepattanjon róla, tehát nem elég a szikrának egy érintése a gyújtóson, hanem itt igazából rajta kell, hogy maradjon, és ott kell, hogy kihűljön a szikra ahhoz, hogy izzásba jöjjön a tapló. Na, nézzük ezt meg. Nagyon sikerül. Ja, nem, itt alulra bepattant egy. Na, igaz, a taplót szerintem a három közül a legnehezebb izzásba hozni, a leszenesített taplót ezek közül, viszont a taplónak van egy hatalmas előnye. Ennek eloldhatatlan az izzása, tehát ezt nem lehet elnyomkodni. Tulajdonképpen egyetlen módszer van, vagyok, lecsippentem az izzó részt, vagy pedig becsomagolom az izzó tapló darabot alufóliába. Tehát ezzel a két módszer lehet eloltani. És a taplónak még egy hatalmas előnye, hogy sokkal nagyobb hő fejlődik az izzásakor, mint az előző kettőnek. A citlingforgács is, meg a pamut is nagyon laza. A tapló sokkal tömörebb. Tehát ennek az izzásakor, tényleg ide teszem a kezem, és érzem a sugárzó hőjét, a hősugárzását. Tehát ez sokkal-sokkal könnyebben alakítható már majd tovább nyílt lángá. Tegyük is ezt most meg. Jussunk el a nyílt lángig. Ugye a tűz előállításának, vagy a tűzgyújtásnak a három fázisa: szikráztassunk, hozzunk valamit izzásba, az a második, a harmadik pedig csináljunk nyílt lángot. Hát ezt most így fogom csinálni, hogy még le nem szenesített citlingforgácsot fogok meggyújtani. Ugye ilyenkor az a lényeg, hogy emeljük olyan magas hőmérsékletre az anyagot, amit meg szeretnénk lángoltatni, hogy abból gázok távozzanak. Ez egyébként nem kell sok, kb. 200-300 fokon elkezd, amikor már füstölög tulajdonképpen, akkor már elkezd elgázosodni az anyag. Utána kicsit fújkálással emeljük meg a hőmérsékletet, és lobbantsuk be,
gyújtsuk meg a távozó gázokat. Itt ugye fagázokról van szó. Na akkor tehát most ezt csinálom, elgázosítom, és utána a hőmérséklet emelésével belobbantom ezeket a gázokat. Hát már nem sok íja van. Teszek még egy nagyon picikét hozzá. És akkor megvan a nyílt láng. Na most a helyzet az, hogy a tapló az sokkal tovább is ízzik, mint az előző kettő. A citling forgács az igen hamar elfogy. Ugyanígy a pamut is, ez a leszínesített pamut is sokkal hamarabb elfogy. Tehát én azt gondolom, hogy a taplónak hiába hátránya az, hogy nehezebben jön izzásba, legalábbis az a leszínesített tapló, amiket szoktam csinálni, ez kicsit nehezebben hozható izzásba, mégis ezzel sokkal egyszerűbb utána már a kettesről a hármas lépésre jutni, tehát az izzásból nyílt lángot csinálni. Nézzétek meg, hogy még mindig maradt egy csomó tapló. Tehát ez még mindig, ha becsomagolnám vissza alufóliába, akkor használható lenne egy következő tűzgyújtáshoz. No, ez tehát a három gyújtós. A három gyújtós közötti különbség, stb.